Az első magyar tévékészülék az Orion AT 501-es prototípusa 1955. augusztusában készült el. Súlya 35 kg, képátmérője 43 cm, szekrénye pedig valódi diófa volt, és két csatornát tudott fogni. Sorozatgyártása 1956 tavaszán kezdődött. Eleinte csak Budapesten, az akkori Lenin-körúti Ravil kereskedelmi vállalatboltjában lehetett megvásárolni 5500 forintért. Közel tíz nap alatt 150 darabot adtak el belőle. A magyar televízió 1957. május 1-én sugározta első hivatalos adását a május 1-i felvonulásról. Ezután folyamatosan gyarapodott a készülékek száma a magyar háztartásokban. 1960. nyarára már több mint 78 ezer tévé előfizető volt az országban.